Pár évvel ezelőtt még így nézett ki ez a tiszaeszlári kertesház, amelyben korábban egy állatorvos lakott. Az önkormányzata a Magyar Falu Program segítségével, valamint saját forrásból szolgálati lakásokat alakított ki benne. A projekt befejezése után az önkormányzat ünnepélyes átadó eseményt szervezett. Magyar Falu Program keretében erre az épületre 24,6 millió forintot nyertünk, és még önerőből tettünk hozzá ahhoz, hogy ilyen állapotba kerüljön. Tehát én is említettem a beszédemben, hogy mindent elkövetünk, minden pályázathoz hozzáteszünk az önerőnket, tehát a piachoz is van önerő, tehát ezekre odafigyelünk, csak kapjuk meg a pályázati lehetőséget. Seszták Oszkár, a vármegyei közgyűlés elnöke beszédében hangsúlyozta, a Vajda László vezette önkormányzat az elmúlt években számos infrastrukturális fejlesztésben dolgozott együtt a vármegyével, amely a település népesség megtartó képességét erősítette. Kis települések nagyon fontos a szolgálati lakások megléte, hiszen ezzel tudják azokat a szakmákat, a településeknek fontos szakembereket itt tartani, akik fontosak, hogy a település élhető és szolgáltatásokban gazdag legyen. Ezért a szolgálati lakás program az nagyon fontos része, és a Magyar Falu erre lehetőséget ad. Ebben nincsen uniós pénz, de a magyar költségvetés lehetővé teszi, hogy Magyar Falu Programból is ilyen fontos fejlesztések valósuljanak meg. Az Arany János út 21 szám alatt található ingatlanban 3 szolgálati lakást alakítottak ki. Vinai Győző, a térség országgyűlési képviselője úgy látja, nem csak Tiszaeszlár, de a községgel együtt a térség is folyamatosan fejlődik. Kiválóan teljesít az önkormányzat, hiszen 2019-ben lett Vajda László polgármester, és egy új képviselőtestülettel kezdte meg a munkát. Határozott célkitűzéseket tett ez a testület, hogy javítani kell a település infrastruktúráját, utakat, járdákat, és most itt egy szolgálati lakás átadásán vagyunk, de emellett a közintézményeket is, úgy mint az óvoda, iskola, hogy elérhető legyen az itt élő polgárok számára, és hogyha a fiatalok ide akarnak költözni, mert a kormány családtámogatási rendszerét kihasználják, a Csok Plusz vagy a babaváró hitelt, akkor itt lehetőségük legyenek. De én mindig azt szoktam mondani, hogy emellett az infrastruktúra mellett, meg a közintézmények mellett a legfontosabb, hogy munkájuk legyen az embereknek. A település aktív korú lakosságának mintegy 94%-a jelenleg is dolgozik, akik pedig nem tudnak az elsődleges munkaerőpiacon munkát találni. Azoknak segít a közfoglalkoztatási program, amelyre egyre kevesebbeknek van szüksége, tette hozzá a képviselő.